Caroline és Michael édesanyjuk halála után döbbenten értesülnek anyjuk végakaratából arról, hogy nem az édesapjuk mellé kívánja temettetni magát, hanem úgy rendelkezett, hogy hamvait vessék a híd alatti patak vizébe. Évekkel korábban, 1965-ben ugyanis férje és gyermekei egy távoli vására utaztak. Ez alatt egy idegen férfi vetődött a farmra, és útbaigazítást kért a nőtől, az egyik hidat kellett fotóznia a National Geographic magazin részére. Beszélgetésbe elegyedtek, és a romantikus, más életről ábrándozó asszonyban mély vonzalom ébredt a fotós iránt. A rövidke 4 nap alatt, amit együtt töltöttek, Francesca élete legnagyobb szenvedélyét élte át. Ennek a történetnek a színpadi változatát tekinthette meg legutóbb a sárospataki közönség. Udvaros Dorottya és László Zsolt a férfi és nő közötti mély érzelmekről beszélt. Gondolom, hogy másként élik meg ezt a történetet. Mind a ketten vesztesei lesznek. Hát, szóval, hogy mondjam, a mérleg serpenyőjében a két embernél más van az egyik oldalon, és a másik oldalon. Mind a kettő, tehát ahhoz, hogy együtt tovább éljék, mindenkinek föl kéne adnia valamit önmagából, illetve a nőnek a családját kéne elhagynia, ahhoz döntenie kéne. Nem tudom, a veszteség nélkül nem megy. De... Nem az ő erejéről van szó csupán, hanem az ő döntéseinek ártatlan emberek is az elszenvedői lennének. Tehát, hogyha ő elhagyná a családját, akkor ott maradna egy férj és 2 gyerek. Ráadásul mindez egy kisvárosban, ahol nyilván ez még sokkal nehezebb, mint egy nagyvárosban, ahol azt se tudom, hogy mi történik a szomszédommal. Tehát lehet, hogy látszólag ő az erősebb. De ez nem biztos, hogy így van. A Sárospataki Színházi Bérletes előadás sorozat ebben az évadban is számos műfajt sorakoztatott fel. Tette hozzá Csatlósné Komáromi Katalin igazgató. A Művelődés Háza és Könyvtára a Színházas Bérlet sorozat összeállításánál a műfaji változatosságra törekszik, illetve lehetőleg igyekszünk minél több olyan színművészt a Sárospataki színpadra csábítani, aki filmes és színpadi munkáiból ismert. Azt hiszem, hogy a ma fellépő Udvaros Dorottyára ez mindenképpen igaz, és a darab, amely pedig bemutatásra kerül, szintén egy ismert történet. Ennek a feldolgozása kerül ma a sárospataki közönség elé. Legközelebb Sárospatakon február 25-én láthat színdarabot a színház szerető közönség. Ez nem tartsuk rá, a képeket majd holnap csinálom, most bármi jók a fények. Ja, semmi gond, mert... Ez így egyelőtt, nem? De én rájövök, én itt várom.